nálunk és ezzel segítjük Ukrajna fegyveres erőit. Ezzel a mottóval rendezték meg második alkalommal a Kántálók Jótékonysági Fesztiválját az új év utolsó napján az ungvári járási Baranya településen. Jelenleg ez a legfontosabb küldetésünk. Jótékonysági fesztiválról van szó, melynek keretében Ukrajna fegyveres erői számára gyűjtünk. A befolyt összegből pedig gázzal működő melegítőket vásárolunk. A falu minden lakóját meghívtuk rendezvényünkre. Nem a szórakozás van a középpontban, hanem Jézusnak a dicsőítése. Imádkoznunk kell mindenkiért, családjainkért, Ukrajnáért. Ez az, ami éltet, és ez az, ami erőt ad. A falu központjában az Isten dicsőségét ábrázoló szobor mellett a kistérség 12 kollektívája lépett fel. A fesztivál résztvevői karácsonyi énekekkel és betlehemessel hirdették Jézus Krisztus születését és békét kívántak Ukrajnának az új évben, valamint felhívták a figyelmet a hadsereg támogatásának fontosságára, hiszen ők minden nap közelebb hozzák számunkra a győzelmet. A kollektívánk még csak most alakult. Itt már felléphettünk. Azért jöttünk el, hogy dicsőítsük Jézus Krisztust, és másokkal is megoszthassuk örömünket, valamint mindenkinek boldogságot és békét kívánjunk az új évben. Мирного неба і радості в наступному році. Для мене важливо так от зібратися. Számomra fontos, hogy összegyűjjünk. Ha nem is hosszú időre, de a fellépésünkkel felvidítjuk az embereket, hogy higgyenek a karácsonyban, mert az emberek többségének nincs karácsonyi hangulata. Egy csepp jó hangulatot szeretnénk adni az embereknek, hogy megérezzék a karácsony légkörét, és legyenek boldogok. Краплину позитиву, для того, щоб відчути цей дух Різдва, щоб дати краплину щастя для людей. A fesztiválon 16.662 rimnyát gyűjtöttek Ukrajna fegyveres erői számára, a befolyt összeget a Kárpátalja Önkéntesei civil szervezetnek adták.